Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 8-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Ő kezébe veszi most a dolgokat, és tekint egy új irányba. Ezen a kártyán látható a tűz eleme, ő kimutatja a bátorságát, valami lelkesíti őt. Persze a párkapcsolat területén a tűz eleme az utala szenvedélyekre is. Ahogy a képen látható, az egyik kezében van ez a bot. Mint ahogy mondtam, kezébe veszi a dolgokat. Ott bal oldalon van egy másik bot, amit ő nem érint meg. Ez szimbolizál téged, nem mer közeledni hozzád. Talán arra vár, hogy te fuss utána. A háttérben van a harmadik bot, az lehet egy harmadik személy, de utal a múltra is. Ő elfordul ettől a személytől, és lezárja a múltat. Amit ő elvár tőled, hogy te közeledj hozzá. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ő úgy érzi, hogy minden rendben lesz. Nem csak a párkapcsolat területén, hanem ami az anyagiakat illeti, ami a munkát illeti. Ezt szeretné rendbe hozni. A képen látható a 10-es szám, és ez utal egy új kezdetre, egy új ciklus, egy új periódus kezdődik. Az érmék természetesen utalnak pénzügyi dolgokra, vagy a hivatására, de a belső értékekre is. Te értékes vagy számára. És most megtekintjük azt, mit közöl veletek. Ezen a képen látható egy uralkodó nő. És ő így tekint rád. Te értékes vagy számára, mint egy királynő. Csodál téged. A másik jelentése az lenne ennek a kártyának, hogy valaki van a környezetében, és megpróbál uralkodni rajta, mert az uralkodó nő uralkodik. Persze mindkettő lehet, hogy ő felnéz rád, csodál téged, te értékes vagy számára. Nem csak az uralkodó nő utal erre, hanem a 10 érem is ezt mutatja. És lehet, hogy azon kívül tényleg van valaki az életében, aki megpróbálja őt elnyomni, parancsolgat neki, követelőzik. Kellemetlen. Egy rossz kapcsolat. Megpróbál felette uralkodni. Ezt mutatja az első kép is. És látható, hogy ő hátat fordít ennek a személynek. És most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a képen láthatók az utak, az élet utak. És a ti sors utatok itt kereszteződött. Tehát ez a találkozás nem véletlen. A kártya azt is jelenti, hogy ti most itt vagytok ennél a kereszteződésnél, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább. Előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Itt döntésekről, komoly döntésekről lesz szó. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás. De megvan arra a lehetőség,
hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A jóslásoknál a díjam 3500 forint. Ha asztrológiával kiegészítve szeretnétek, akkor 8500. Ez egy videófelvétel álnéven, vagy ti adtok egy nevet a videóhoz, vagy én adok mediális úton egy nevet hozzá. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!